Könyv a redemciós összeírásról, őszi könyvtári napok, veszélyes szemdaganat, beregfürdői kertészet. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. A Jászberényi, a Karcagi, a Kiskunfélegyházi és a Kiskunhalasi Múzeum összefogásával hiánypótló könyv jelenik meg novemberben, amelyet a családfakutatók és a történelem iránt érdeklődők is szívesen lapozgathatnak majd. A Jászkunság 1699-ben című kötet a Penc-féle összeírás tartalmazza majd, tudtuk meg dr. Nagy Molnár Miklóstól, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatójától. A Kiskunhalasi Torma János Múzeum jelenteti meg ezt a fontos helytörténeti könyvet, a Penc János 1699-ben készített összeírását, amely közreadja a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság 18. századi településeinek leírását, az ott lakók neveit és a gazdák adatait. Ebben az összeírásban a bizottság végigjárta, tehát a hármas kerületet, és ebben az összeírásban írja le, hogy milyen települések voltak, tehát a 18. század elejé település szerkezetről tudjuk. Tudunk, hogy mely települések voltak, hogy milyen néven illették akkor őket, melyek voltak lakottak, melyek voltak már pusztás területek, és azokon a területeken, hogy azok hogy néztek ki, azokon a területen kik voltak a lakosok. Tehát minden városnak, minden településnek egy névsorát is leközölte, hiszen fontos volt az adózás szempontjából, hogy kiket lehet majd adóztatni. Tulajdonképpen tehát a Kiskunságban, tehát Kiskunhalason kezdődött el, ott merült fel ez ötletként, tehát a Kiskunhalasi Múzeum az ötletgazda, illetve a főkiadó, és társa kiadóként a Jászberényi, a Kiskunfélegyház és a Karcagi Múzeum társult. Tulajdonképpen ebből az összeírásból már számos részlet megjelent, hol a Kiskunságban, hol a Nagykunságban, hol a Jászságban, mert mindenkit érintett. Ez az összeírás azt volt hivatva szolgálni, hogy feltérképezze az egész Jászság, egész Nagykunság és a Kiskunság, tehát a hármas kerület területét, hogy megnézze, hogy mennyi ember van, mekkora területről van szó, hogy lehet adót szedni, kitől lehet adót beszedni, mert ugye a török elleni háború nagyon sok pénzbe került, és a kamara költségvetése üres lett, illetve a kamara teljesen üressé vált, ezért ekkor történt meg az, hogy ugye 1702-ben eladták a Jászságot és a Kunságot, a két kunságot, mert megállapították, hogy ez a terület tulajdonképpen alig ezen a területen alig vannak emberek, viszont jó terület, és ezt el lehet adni. Hát persze ez az, amiben nem nyugodott bele sohasem a hármas kerület, és ugye ennek következménye volt az 1745-ös redemció, amikor ugye, tehát 40 évig küzdött azért, hogy visszaváltsák, mert ugye földesúri függésbe kerültek 1702-ben. A könyvben olvashatunk majd a kézirat keletkezéséről, sorsáról és a települések leírásai után az akkor ott élő lakosság teljes névsorát is leközlik. Alapvetően innen, hogyha valaki a családfáját kutatja, akkor ez azt jelenti, hogy egészen, hogyha megtalálja az őseit az 1699-es összeírásban, akkor egészen biztos, hogy az már az ő családja itt volt. Ugye egyrészt már ez a névsor Karcagra vonatkozóan megjelent annak idején a Jászkunság összefogása című kiadványban, amikor ugye az egész Nagykunság az összes településnek a redemptus névsorát megjelentette az Őrsi Úri Anna kötet, által szerkesztett kötet, és tulajdonképpen azóta ilyen névsor nem jelent még meg. A könyvet térképek és DVD melléklet egészíti ki, amelyen olvasható lesz az eredeti irat minden oldala és az adóösszeírási részek gépelt változata. Hiánypótló mű, mert eddig csak zárt, tehát kutatók fértek hozzá leginkább ezekhez a nevekhez, illetve ezekhez a dolgokhoz. Most pedig ugye közzé tesszük, teljes egészében közzé lesz téve az anyag, természetesen magyar fordításban. Sok szempontból helytörténeti, családtörténet, gazdaságtörténet, néprajz, régészet, fontos ennek az alapvető munkának a megjelentetése. A kötet várhatóan novemberben jelenik meg, és előfizetni a Györfi István Nagykun Múzeumban lehet rá.
A Csokonai Könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok ma kezdődő őszi rendezvény sorozatához. A programok között könyvtáros szakmai nap és olvasóknak szóló rendezvények is vannak. Tudtuk meg Fülöp Ilona csoportvezetőtől és Szabó Péterné gyermekkönyvtárostól. A program keretében a könyvtáros tanárok is találkoznak és megbeszélik az idei tanév feladatait. Ezt most a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban teszik ma délután, ahol az intézmény muzeális könyveit is megnézik. A többi programjukra azonban a könyvtárosok várják a város lakosságát, kicsiket és nagyokat, felnőtteket, nyugdíjasokat egyaránt. 2017-ben is megrendezésre kerül a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb és több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozat az Országos Könyvtári Napok. A hazai könyvtárok összehangolt működésének és társintézményekkel együttműködve próbálunk minél több programot szervezni a könyvtár látogatóinak. Arra törekszünk, hogy a hét során középpontba kerüljenek, és mindenki számára hozzáférhetővé váljanak ezek a programok, hogy olyan könyvtárlátogatókat is bevonzunk az intézménybe, akik nem rendszeres látogatói a könyvtárunknak. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja és a népmese napja. Ebből az alkalomból október 3-án a város közéleti szereplői közül 4 olvasnak majd a megjelenteknek. Kedvenc meséjük mellett arról is szólnak majd, hogy mit olvastak szívesen gyermekkorukban. Nem az első alkalom, hogy a népmese napját itt a könyvtárban megrendezzük. Benedek Elek születésnapja nem csak nekünk ünnep, hanem minden mesét szerető gyereknek és felnőttnek is. És évek óta, most már rendhagyóan azt merem mondani, a népmese napját itt a könyvtárban úgy ünnepeljük, hogy közéleti személyeket hívunk mesélni, de hát elsősorban olyan embereket, akik nem arról híresek, hogy mesélni szeretnek, tehát igazából a sportolókat, aztán olyanokat, akik az egészségügybe dolgoznak, és tehát olyan embereket, akik találkoznak ugyan gyerekekkel, de nem mindig a mese kapcsán. És most talán egy kicsit többet megtudunk róluk. Október 4-én a népszerű író Nyári Krisztián író-olvasó találkozójára, 10-én pedig a Karcagon élő Fejes László nyugalmazott mentőtiszt Új utakon címmel megjelent könyvének bemutatójára várják az érdeklődőket. Most ez a 4. kötet azzal kezdődik, amikor a kis Fejes Lacit, aki végül is úgy dönt, hogy nem akar katolikus pap lenni, hanem ott hagyja Egerben a képzést, és elindul egy teljesen más úton, mert valami azt súgja neki, hogy az embereken akar segíteni, de egy másképpen, mint ahogy azt egy pap megteheti, és a mentőknél találja magát. És azért abban is, az is benne van, hogy ezekben az években hogy lehetett valaki mentős, mennyire korán esett a mély vízbe, vagy mennyire nem. Én úgy gondolom, hogy ma, amikor azért a mentősökkel kapcsolatosan, meg az egészségügyel kapcsolatosan nagyon sok kérdés vetődik föl bennünk, hogy a szakmaiságukat illetően, hát akkor is vetődhetett volna fel, és mégis helytálltak. Tehát azért ezt emberileg is megélni, hogy mi mindenem mehetett át egy 20 éves ember akkor, amikor lelkileg úgy gondolta, hogy ő ezt akarja csinálni, de szakmailag még nem kapta meg hozzá ezeket a képzéseket. Erről szól a könyv. Ahogyan a testünkben bárhol, a szemüregben is kifejlődhetnek daganatok, talán sokáig fel sem tűnik az érintettnek, hogy valami megváltozott. Hogy mi módon ismerhetjük fel a szemüregi daganatot, arról dr. Kürti Rózsát, a Kátai Gábor Kórház szemész főorvosát kérdeztük. Természetesen a szemüregi daganatok nem mindegyike rosszindulatú. A szemgolyó kidülledése a szemüregi daganatok leggyakoribb tünete.
A szemgolyó fokozatos kidüledését például sokszor észre sem veszik a betegek, inkább a környezetük figyelmezteti őket a változásra. Nagyon sokszor már csak későn vesszük észre, de először is a szem mögötti daganatoknak a legfontosabb előjele az, hogy az egyik szemünk egy kicsikét előrébb van, mint a másik. Ezt mi szaknyelven szemkidülledésnek vagy exoftalmusznak nevezzük. Ez nem csak a szem mögötti daganatoknak a jelen vagy tünete, hanem más egyéb betegségnek is. Viszont hogyha ilyen tünetet tapasztalunk, vagy a beteg tapasztalja, akkor mindig kell gondolnunk a szem mögötti daganatra. A másik jelentős tünet pedig a kettős látás. És hogyha ilyenek vannak, akkor mindig utána kell járni. Mi a legfontosabb? A mai értelemben vett modern diagnosztikai eszközök, CT vagy MR vizsgálat az, ami pontosan ki tudja ezeket a daganatokat mutatni. A látásromlást is túlságosan jól viselik az érintettek, nem gondolnak arra, hogy daganat is állhat a háttérben. Természetesen nem kell rögtön a legrosszabbra gondolniuk, de ha a szemükkel vagy a látásukkal kapcsolatban bármilyen tünetre felfigyelnek, érdemes orvoshoz menni. Ezt nem biztos, hogy a szűréssel észre tudjuk venni, azért az életkortól függően, főleg felnőtteknél fordul ez azért elő, és felnőtteknél azért én azt mondom, hogy 2-3 évente nem árt egy szemészeti vizsgálat semmiféleképpen. Nem kell rögtön megijedni, ha a felsorolt szemészeti tünetek valamelyikét tapasztalják. A panaszok más korképre is utalhatnak, bármilyen a látásunkat zavaró tünettel forduljon házi orvosához, aki szakorvoshoz, szemészhez, neurológushoz küldi majd. Karsainé Erős Ilona, a Berekfürdői Kertészet vezetője arról számolt be nekünk, hogy a 2012-ben indult Berekfürdői Kertészet akkoriban 23 főt foglalkoztatott. Már a létszám némileg csökkent, mivel idén 15 ember dolgozik itt. 7 hektáron gazdálkodnak, mintegy 25 féle növényt termesztenek a konyha, illetve a lakosság részére. Jelenleg a fűszerpaprika betakarítása folyik, de termesztenek itt sárgarépát, uborkát, van földi eper és málna ültetvényük is, amelyre nagyon büszkék. Legnagyobb területen, ami legnagyobb mennyiségben használ a konyha, burgonya, sárgarépa, hagyma, uborka, ami még elég sok nagy számban termett az idén, valamint még a többi kerti, konyhakerti növény, káposztafélék, karfiol, kelkáposzta, paradicsomok, paprikák többféle fajta, karalábé, zeller, csemegekukoricát is elég nagy területen termesztünk, valamint tavasszal a saláta, retek, borsó, cékla, zöldbab, ilyenkor össze a szárazbab, gyümölcsök közül pedig, ami nagyon mennyiségben van, az a földi eper, valamint van egy szép kis málna ültetvényünk is. Több gyümölcsfát is telepítettünk az évek folyamán, ezek közül is már termőre fordultak, és elég jó kis mennyiséget tudtunk már idén is leszületelni belőlük. Az idei év nagy feladata újabb fóliasátor megépítése a már meglévő mellé. Most itt a pályázatban több nagyértékű beruházás is történt. Az egyik, amit ott láthatunk is, egy újabb fóliasátor építése a meglévő másik kettő mellett. Mindenképpen fontosnak tartottuk a fóliasátor mennyiségének a kibővítését, és ezek termálvízzel fűtött fóliasátrak, amelyek így lehetővé teszik egész évben a bennük való termelést. A másik nagyértékű beruházásunk volt az egész területnek, ennek a 7 hektárnak a teljes körbekerítése, amit szintén a pályázati pénzből tudtunk megvalósítani. A harmadik dolog pedig, ami itt ez nagy jelentőségű lesz a jövő évre tekintve, az pedig egy zöldséggyümölcs feldolgozó építése folyik itt jelenleg, amelyre szintén pályázatot nyert az önkormányzat ebben az évben. Az üzemben, a kertészetben megtermelt zöldség és gyümölcs kerül majd feldolgozásra, amely iránt a legnagyobb kereslet, nyilatkozta Karsainé Erős Ilona. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra nézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu oldalon. Viszontlátásra!